Hát üdvözöllek benneteket ismét, akkor folytassuk ezt a Panzerkampf again. Eins, vagy egyes. Panzerkampf again egyesnek a megépítését. Jó, na, az, hogy itt tartottunk a tízes lépésnél, kell nekünk majd hozzá, azt mondja, hogy ilyen fajtából kell majd egy. Ebből a másik fajtából kell majd még egy. Igen. Az a hátuljára. És kell nekünk 4 darab 7-es. Típusú 7x2-es. Na, akkor ezt kell válogassuk gyorsan ki. Ezt a 4 darab 7x2-est. Megtehettem volna, hogy még nem vagytok itt kiválogatom, de az olyan nagyon sansz, nem? Sokkal jobb, hogyha itt vagytok és látjátok, de például ez 8-as lett, látjátok? Akkor ez így nem lett volna annyira jó dolog. 1-2. Gyorsan meg lesznek ezek 3. És azt hiszem, hogy lenyedik. Tehát 4 darab 7-es kell. Így van, ebből kell 4 darab. Kell egy ilyen, meg egy ilyen. Azért számoljuk meg biztonságot. 1-2-3-4-5-6-7. Jó, megvan. Na, akkor a következő képen jön ez. Nézzük vissza egy kicsikét az első előző oldalra, hogy hogy is nézett ki a tankunk előtte. Ez nem baj, hogyha ilyenkor visszanéztek, hogy mi volt ott. Aha, és úgy hagyta, jó, igen, na, okés. Tehát most jön az, hogy a játék készítők, ugye itt ezt több darabból raktuk össze ezt az elejét neki, és éppen ezért, most már ide is vegyük a lámpa egy kicsikét, több darabból raktuk össze az elejét, hogy tudnám megmutatni jól így talán, igen. És akkor ezt most már így rá kell pattintani, hogy összefogassuk az egészet, hogy ne hulljon miszlikre. Nyugodtan lehetne a seggére, óvatosan lehet tolni ilyenkor, mert ugye valamilyen szinten azért önmerevítő az egész, de ha lepattan, róla van az sem olyan nagy baj, de megpróbálom föltenni, úgyhogy most már fönt lesz, így. Igen, ez azért egy olyan művelet, amikor az ember azt mondja, hogy jaj, de jó. És rajta van, na, tehát rányomtuk, oké. Megvan az eleje, utána pedig van az, hogy van nekünk is, akkor ide, ezekben, ugye emlékeztek, volt itt voltak mélyedések, ezeket a mélyedéseket töltjük most ki igazából. Ide rakunk be egy darab hetest, lenyomva mind a két szélét, ide rakunk be még egyet, a második következő mélyedésbe, és már a test, igyekszik testre tölteni a tankunk, és akkor itt van még egy utolsó, így, és akkor ő utána meghagy egy sort, és ezt a sort pedig úgy csinálja, hogy ide rakja a négyest, ide, erre az oldalra, így, és ide rakja a hármast, így. És akkor a hátsó feladat annak valami ilyesmi szelőség lesz, így. Így fog kinézni a tankunk hátsó feltája. Jó, na, most következik nekünk egy olyan, hogy kellene nekünk egy 3x2-es, ez egy 6-os, kéne nekünk egy 1-2-3-4-5-6, 6x4-es, és egy 1-2-3-4-5-6-7-szer-2-es. Tehát akkor keressük meg, kell egy 3x2-es, megvan, kell nekünk egy olyan, ami mennyi? Ez mondja, egy 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6x4, ez megvan, ez is megvan. Jó, és kell nekünk még egy 7-es, egy ilyen érdekes 7-es. Remélem, most meg is találhatok, szerintem most az, az utolsó, akit ki kellett válogassak. Jó, van egy ilyen, és most van az, hogy kellnek majd nekünk a kertek. És az a pláne, hogy én itt ezt a dolgot kicsit átvariálom, mert ezt ugye átdobom ide, meg ezt is. Így van, és itt már csak a kereket mondok hátul, és jó, elő kell szednem a kerekeket, és elő is vesszük a kerekeket. Jó, ollót elrakjuk. Így, megurulj el, jó, oké. Nincs semmi a zacskóba. Ide a szeletekre oldalra, és kell ilyen kerékből 1-2-3-4-5
és 6 darab. És maradt egy plusz kerekünk, szerintem ez vagy valahol föl, most őrülök meg, mert leesett, de hál' Istennek olyan helyre, ahol ügyesen fel tudom majd venni. Jó, megvan. Most ez vagy egy pótkerék lesz valahova, vagy több került az a csomagba, ami nem baj. Jó, ami megint csak hangsúlyozom, nem baj. Ezt berakom így ide, és hát ezek ilyen különlegesebb elemek, ezt berakom így ide. Ez így különlegesebb, kicsi is, meg különlegesebb. Jó. Na, miután ezek megvannak, nagyon-nagyon szuper. Én azon gondolkozok, hogy behozom a függönyt, mert a napocska süt, az tök jó lenne, hogyha mindig így sütne, és nem kéne nekem világítani lámpával, de most igazából a fényiszonyomkat csak rontja a napocska. Így egyenletesen jó. Na most, azt mondja, hogy akkor kezdjük az építkezést tovább. Itt van, azt mondja, van egy ilyen hatosunk, így. Ezt ide fölteszem középre. Ide középre fogom föltenni, így. Tehát 4x4 marad mellette. Úgy mutatja. Ezt fogom föltenni, mégpedig úgy, hogy ide a legszélére, rögtön így ide. Ezt ide mutatja. Így, ezt ide. És marad mellette egy sornyi. És az utolsó hetesünket megerősítve a pozíciót, azt ide fogja berakatni velünk. Innentől kezdve az elég egész hátsó traktus egy kicsit össze kell nyomkodni erőteljesebben, de nem baj, mert egy erőteljes valami lesz. De szerintem nem lett több a kerék, akkor én számoltam el, hol a kis kerekecske gombocska? Itt van. Akkor totálisan pontosan elegendő traktort adtak hozzá. Mert én vagyok a balfék, mert ez 2x3. Ja. Na, jó, és akkor most jön az, hogy felveszik a kis kerekecskéket rá. Ugye itt vannak ezek a pici kis kerekek, és ezzel a dolgával kifelé tudod csak föltenni, és a felső láncnak görgőjei meg lesznek a tanknak, bármi hihetetlen is. Így. Megvan, és akkor fordítsuk meg, és akkor megint csak fölülre. Szépen föl tudjuk tenni. Csak megtekergetem, hogy járódjon. És jó, meg vagyunk. Ilyen pillanatban itt tartunk. Nagyon-nagyon szuper. Így. Jó, oké. Na. Most jön az, hogy kéne nekünk hozzá. Igen, itt már lényeges, hogy milyen szín, mert ez a hármas, ez fekete színű lesz. Igen, van egy fekete hármasunk, ez lesz a fekete hármas. Jó, és az elején a képen mutatta nekünk, hogy lesznek majd ilyen különleges izék, hogy ez a magasabbikat mutatja, jó. Ez a magasabbik fajta ilyen elem, háromszög elem, azt kell, hogy megkeressük. Jó, és akkor egy kettes kell, majd egy lapos. Jó, kell egy szimpla négyes, szürke. Azt szerintem itt találom meg. Így van a szimpla négyes szürke. Kell egy szimpla hetes, egy 4x1-es kell majd. Mindjárt is nézzük, hogy ez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, ez megvan, és akkor most jönnek ezek a háromszög elemjeink. És az annak két, lehet, hogy akkor azok, amit nem is vettem ki. Na, mindjárt nézzük. Nem, van itt egy ilyen. Van itt egy ilyen, ez egy ilyen, ez szerintem ez megvan. Jó, és kellene keresni egy háromszög elemet, egy olyat, ami a laposabb. Nem is laposabb, hanem pontosabban magasabbikat kell keresnünk abból.
nem a laposabbat, hanem a magasabbat kell keresnünk. Hát itt van egy ilyen, de ez pontosan ez a magasság, igen. Azt kell megnéznetek, mikor összerakjátok, hogy a kettőt, bocsánat, nem látjátok, hogy a kettő így fekszik a síkban, mert az ide fog előre jönni. Jó, itt az a lényeg az egésznek. Oké. Így van. És ugye nem hármas, hanem kettes. Nagyon jó. Oké, na akkor hogy is rakja ő ezt fel? Megnézzük, hogy rakja fel. Megfogja a négyest, és itt ezt kipótoljuk most már, hogy ez egyenletes legyen, így. Úgy. Azt mondja, hogy fogjuk a hetest, én azt teszem fel először ide hátra, ide fogja betenni, legbelülre teszi bele. Így, nagyon jó. És elé teszi úgy a hármast, hogy kettő-kettő marad. Így. Nézi meg, horkol az előszobába kint, srácok, hát ez fantasztikus. Na, és akkor azt mondja, hogy ide rakunk föl egy kettest, így, és ide rakunk föl egy kétszer egyest, így. Én becsukom, mert a Daisy borzalmasan horkol. Jó. Oké, és egy pillanat. Ugye, tudni kell, ez a videó az január 1-én készült, tehát tegnap petárdáztak a kedves emberek, és hát szegényként nehezen viselte ezt a petárdázást, azt kell, hogy mondjam nektek, jó? Na most akkor jön az, hogy amint látjuk, a kerék felszerelés jön, hogy van tankszerűséget is építsünk, kellene. Ezt szerintem pont egybe gyűjtöttem ide, így, és azt mondja, hogy oda meg az a fajta kell, amiben ez a négyszög tengely való. Jó, és akkor ez is egy négyszög tengely, mert a másik kettő az simán csak gurulós tengely lesz. Jó. Oké, kell ilyen, kell nekünk egy olyan, ami megmondom mindjárt milyen hosszú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, amit ideig mindig kiszedtünk és nem kellett. Ez a, igen, ez 2x4, ez 8. Jó, és akkor van nekünk valahol egy olyan elemünk, ami egy motor stilizál, azt kell még nekünk és más nem kell. Jó, akkor nézzük meg, hogy megtaláljuk ezt a motor stilizáló elemet valahol. Szerintem akár itt is lehetne, de nincs. Ebben sincs. Milyen színű az? Az egy fekete elem. Nézzük csak meg, hogy megtalálom-e. Megtaláltam egy harmadikban, ahol a kereket is fél. Akkor bontom még egy zacsit, srácok, lányok. És akkor ebből kivesztük a motor stilizáló elemet, és a kereket meg különöntjük a kerekekhez. Igazából kiveszem ismét a óvatosan. És akkor lesznek itt ilyen különleges elemek, ezeket ide berakom, motorstilizálóhoz ide kerül, és ugye a kerekek, amik vannak hozzá, ezt bedobáljuk ide a kerekekhez. De lehet, hogy a kerekek, nem is ide kéne tenni ezt a bácsának felborult. Látjátok, felborítjuk őt, pedig ő nagyon nézni szeretni, hogy készül a tankja. Ez a fiatal ember. Hát ezt akkor ide szerintem az ilyen fajtákat beszórjuk. Így. Kereket is beszúrjuk, így. Ezt ide. Háromszöget még mindig a háromszöghöz, így. Laposok, kerék, háromszög alakú. Pedig a lapos simák. Jó. Oké, elvileg meg vagyunk mindennel, mert kettő darab kocka kell, kettő darab tengely kell, kettő darab fóskerék kell, kettő darab nyolcas kell, bocsánat, akkor abból is kettőt kéne, hogy kivegyek. Akkor még egyet pótoljuk. Így van, és egy darab motorelem kell. Nagyon jó.
Ezt elvesszük, innen már nem kell. Na lássuk, rakjuk össze kerekeket, fogjuk ezt, ugye megfogjuk ezt így, ugye áttoljuk a tengelyt ezen a kis lukon, így áttoljuk, és akkor a végére pedig rátoljuk ezt a fogaskereket így. Nem tudom, hogy teljesen bele kellene tolni, vagy hogy gondolja ez. Igen, ki kell neki állni, hát akkor teljesen bemegy a végéig. Igen, így fog kinézni a végén, kiáll belőle ez valami. Jó, a következő, ugye ez a szituáció van, megint bele a lukba, megfogjuk, ellen tartunk neki, és rátoljuk. Teljesen bele toljuk, és akkor megvan a kettő elforgós. Jó, akkor miután ez elkészült, ide a döntött orrész mellé feltesszük a kerekeket. Így, a másikat is föltesszük. Így fog kinézni, látjátok? Így. Igen, jó. Akkor utána fogjuk le, fixáljuk ezt a részt megint, így. Ezzel a 8-assal, ugye? Így, tökéletes. Nagyon jó, és a másikat pedig így ide megint lefixáljuk. És teljesen jó. Jó, és akkor a motor stilizációt pedig ugye úgy mutatja, hogy a kübefogócsöveknek felénk kell lenni, hogyha a tank eleje van, és pont a feketéhez, ami volt itt ilyen fekete darab, mintha a motor ott lenne benne, ezt így ide rátesszük, ez nagyon-nagyon szép lesz. Jó, oké, na, most akkor kell nekünk majd, milyen kell, azt mondja, hogy ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es kell, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10-es kell, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es kell. Jó, kell két darab 10 hosszú, az a leghosszabb, tehát azt elég egyszerű felfedezni, mert ez a leghosszabb. Igen, kell nekünk, ez egy 7-es lesz, így ránézésre, és nem tudom, hogy valahol még lennie kell egy nekem, ami 7-es jó. Tehát ez így könnyű felismerni, két darab 7-es ilyen, és kell nekünk majd egy darab szürke, valami, ami teljesen sima a teteje neki, és ezt onnan lehet felismerni, hogy teljesen sima a teteje neki, és akkor ezek meg szerintem sehol nincsenek még felbontva. Igen, azok sehol nincsenek felbontva, hogy szerintem azt mondja, hogy igen, az a teljesen sima tetejű. Az itt van. Ez nagyon vigyázni kell, mert ez egy picike, apró már itt most. Nézzük már meg, hogy nincs más ilyen. Ebben nem olyanok vannak. Jó, ebben lesz az szerintem. Majd meglátjuk egyébként, és az elejére akarja valahol felrakatni velünk ezt, úgyhogy onnan, ha bármi is van, azt le bírjuk szedni. Jó. Oké. Figyeztünk rá, hogy mindenki ujjon az acskóból. És akkor menjünk tovább. Jó. Megvannak ezek, és kell egy szürke színű. Egy ilyen. Jó, oké. Nem is egy kell, kettő. Bocsánat. Jó. Tehát kell két ilyen kicsike, kell egy ilyen és kettő ilyen. Jó. Akkor nézzük a következőt, hogy is van ez. Ő most azt csinálja velünk, hogy ezt a... Nagyon figyeljetek, a kép mutatja, hogy kell csinálni. A kép mutatja, lehet látni, jól láthatóan, hogy legfölülre. Legfölül legyen. Jó. Legfelül legyen, tehát itt, ez itt legfelül legyen, itt. Ezt itt kell neki lefednie, és akkor ezt így rá is pattintjuk szépen, hogy ez az helyén van, nagyon jó. Tehát így kell kinéznie majd neki, így. Jó, oké, aztán megfogjuk két darab 10-est. A két darab 10-est a legvégétől, tehát megint csak itt a legvégétől, itt teljesen előre hozzuk, és rá pattintjuk. Mert elég merev az egész váz egyébként, a másikat szint úgy, így, nagyon jó, és ezzel pedig lezárjuk. Ezzel így itt lezárjuk, jó? Így ennyi. Jó, és akkor marad ugye kettő előtt a jól látható,
és itt pedig a két legbelsőbe teszünk egy-egy ilyet. Nem tudom, miért jó így, de így lesz jó. Mindegy, ennyi. Tehát ezt ide tettük, ide, meg ide. Jó? Na. Okés. Na. Most kell nekünk, azt mondja, hogy kell a nagyon nagy, ami külön zacsiba van megint, csak miért ne? Nem baj. Most már fogynak, már csak egy zacskónk van mondatlanul. Tehát ez már jó, amikor az acskók elfolyóban vannak, az már azt jelenti, hogy elértünk valamit. Ha nem is sokat, de elértünk valamit. Azt mondja, és hú, és volt benne egy antenna. Nagyon figyelni kell, nézitek meg. Itt volt rejtegetve. Puff. Jó, és akkor volt benne két ilyen fél német zászló. Hát azt a fél német zászlót nem is tudom, hova kéne tennem. Hát szerintem ide rakjuk be. Jó, na, és kell nekem két darab kétszer egyes szürke. Egy darab. Két darab. Nagyon jó. Oké, és kell nekem négy darab ilyen íves valami. És én erre úgy emlékszem, hogy ezek itt vannak. Ezek az íves bigyók. Egyik itt van legalábbis, az biztos. A többit azt nem látom. De majd előkerüljük valahonnan. Szerinted itt lesz. Mert ez nem az. Na, meg lesz ez. Kettő. Három. Épp lassan, de előkerülnek. Jó. Oké. Tehát ugye ilyen íves elemek, ezek ilyen furcsán, de ilyen ívesek. Jó. Ebből kell kettőből kelni. Az a C elem, és ha megnézitek, ugye megint ugye vissza lehet menni az elejére a füzetnek, és akkor megnézzük. Itt van a C elem, ez így néz ki. És mutatja, hogy alul egy kicsi résznek kell neki lenni, és van is. Tehát ez egy erősebben íves valami. Ezzel ezt akarja mutatni, hogy ez egy erősebben íves valami. Jó, na most. Itt a következő dolog jön. Meghagyva a legelején, ugye a két sort, ide rá kell ezt pattintani úgy, hogy egy-egy sornyi lógjon le róla. Ez az. Egész pofás lett már. Nem? Most egész pofás. Jó. Van a két darab kettes, azt ide a motor mellé kell rögtön csinálni. Így. Egy. Kettő. Ez az. És ezeket az íves kis bigyókat, azokat emellé kell tenni, mégpedig úgy, hogy az egyik íves részét azt lente teszed így, a másikat meg föléje. Így. Így fog kinézni. És az egyiket ezt így, a másikat meg föléje kell tenni, ígyni. Megnyomjuk egy kicsit erősebben, nem baj, hogy összefogjuk. Tökéletesen. Nagyon jó. Na most jönnek az érdekességek. Aha. Jó, kell nekünk egy fekete hatos, és két darab szürke hatos. Egy szürke, és még egy szürke. Nagyon jó. Kell nekünk feketéből, azokat ugye külön láttuk, egy és kettő ilyen elalak. Nagyon jó. És kell nekünk egy ilyen hosszú, ami három egységes és szürke,
És kell nekünk alá egy olyan, ami egy ilyen sor van. Ezt nem egy kell keresnünk, hogy az hol lehet. Ebben nincs. Ebben sincs. Nincsen. Valamelyikben kell, hogy legyen egy ilyen orvos valami kiképzésű. Aha, itt van, megvan. Találtunk egy ilyet már, meg is találtuk. Tehát egy olyat kell keresni, mert van egy ilyen kis orra. Ja. Na. Azt mondja, hogy itt az a trükk, hogy ugye ez itt sima, és azért kell hármas, mert a hármassal majd így ide szépen ezt ráfogatjuk. Így. Látjátok? Így, és akkor az ilyen lesz. Na. Következzék a elalak. Kettőt kell innen, és egyet kell innen. Tehát akkor ezt így kell csinálnia. Ennek így kell fönt lennie. És a tükörképének is így kell fönt lennie. Így. Így. Tehát előtte egy sornak kell lenni, itt is egy sornak kell, és akkor az úgy jó lesz. Jó. A hatost... azt úgy kell föltenni, hogy a szélén legyen. Tehát ne lógjon rá a motorra, arra figyeljetek. Tehát, hogy a kilógjon, itt ide, ezzel egy síkba kerüljön, így. És ezt pedig ide elé kell, hogy tegyük. És ezzel az oldalon is kész vagyunk. Nagyon jó. Na, most jönnek a különleges elemek. Jó. Kell nekünk... hogy nézzem csak, az fekete. Jó. Kell egy fekete hatos. Az ide jön. Jó. És akkor kell nekünk... aha. Jó. Most jönnek a különleges érdekes kis elemecskék. Fog jönni egyszer egy ugyanolyan, mint amit raktunk már föl. Kell ilyenből lenni, mégpedig kettőnek. És van is. Jó. Kell ilyenből lenni... olyannak, ami csak egy egyes. Valahol biztosan, hogy kell, hogy legyen. Ugyanak meg kell, hogy lennie. Jó, itt sincs. És meg is van. Ugye itt van egy egyes. Nagyon jó. Ilyen hosszúból kell megint egy darab. Kell lenni egy ből, aminek van egy ilyen luk rajta. Kell lenni egy másiknak, ami egy egyszerű sima. Jó. Akkor ezek itt meg is vannak, ezeket visszakatolgatjuk, mert ezek még biztos, hogy kelleni fognak 1000%. Még épül a tank. És kell nekünk egy, mennyi ez? 5x2-es? 1, 2, 3, 4, 5, 5x2. Hát a Daisy az elfűrésze nekünk itt a előszobát, úgy hallom. Még becsukott ajtón is hallom, hogy ti halljátok a hírót, hogy borzalmasan horkol szegényként. Na, jó. Akkor kezdjük a dolgot csinálni, szép nyugodtan. Itt ezt így kell nekünk lennie, hogy teljesen itt megkialakul a motortér ezáltal. Így. Ezt ide raktam. Ezt ide rakom mellé, így. Így, nagyon jó. A feketét, azt a két valami közé rakom be. Tehát ott is hagyok előtte egy sort. Egy sort hagyok előtte, és ide teszem be. Így. Itt vannak kis elalakok, és ide teszem. Jó. Akkor most jön az, hogy úgy kell felrakni az egészet az elejére, hogy egy darab kettes, még egy darab kettes, és a legszélén egy darab egyes. Hoppá,
Közben nézem a kamerát is, és azért időnként nem feltétlenül legkoncentráltabb az kézirányításom. Aztán bentre teszünk egy egyest. Ugye az azért van, hogy kötésbe kerüljenek az elemek egymással. Így, nagyon jó. Utána be fog jönni ide kötésbe megint egy ilyen, ami van egy luk. És a legszívére fog följönni ez így. Ez az, mindjárt, sikerül. Na, és már egy orpáncél meg is van. Egy orpáncél már meg is van. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Oké. Haladjunk. Kell nekünk majd egy hármas szürke. Aha, jó. Akkor mondjuk szépen végig a jegyzéken. Kell egy hármas szürke. Így van. Közben idehozom. Hármas szürke. Kell nekünk egy ilyen fekete. Kell egy olyan szürke, ami 3, és ez így, ennyi, nagyon jó. Jó, kell nekünk 2 darab hajtós valami, az itt van, nagyon jó. És akkor kell nekünk egy egyes szürke. Nézzük, hogy hol találunk egy ilyet. Egy szimpla egyest szeretnék. Csak nagyon szépen köszönöm. Van valahol egy olyan? Valahol lennie kéne. És megköszönném, ha lenne bárhol is. Na mindegy, majd azt... Az pedig szürke. Azt mondja, hogy kell nekünk olyan, ami... Hát, hogy majd ebben lesz még benne olyan? Jó, úgy tűnik, hogy lehet, hogy ebből még ezt ki kell bontsuk. Jó. Az utolsó zacsit is felbontjuk, srácok, lányok. Az utolsó zacsit is kibontjuk. És igazából ezt itt beleöntöm ebbe így, ahogy van. Mielőtt elvesznek darabig belőle, és akkor majd utána kutatunk. Na. Jó, azt mondjuk, hogy vegyünk ki ebből a dolgokat, mert ebből viszont tudom, hogy mik kellenek nagyjából. Ez megvan, egy ilyen kell nekem. Szürke? Jó, ez szürke, igen, jó. Oké, és kell nekem majd egy barna. Jó. Az itt van. Jó. Oké. Kell nekem majd egy olyan, amin van egy kis orr. Egyetlen egy van belőle. Ó, azt látok meg. Nagyon óvatosan igyekszem kiborítani ezt ide, mert itt valamit elhagyok, akkor most őrülök meg, de azonnal. Ez nem olyan... Nem olyan... Ez sem olyan... Ezt még berakhatnánk ide, mert az ilyen íves. Nem olyan... Ezek sem olyanok. Ó. Egyet már találtunk, mi kell. Igen. És még 2 dolgot kell megtaláljunk. Megtaláltuk. Itt van egy ilyen. És igen, azon van egy. Igen, oké, megvan. Oké, és akkor kell nekem még egy egyes. Egyes kell. Istenem. Közben Gusztinak találtunk pisztolyt a kezébe. Bele is hagyjuk, hagyd lövöldözzön. Hát elvére német, nem? Németek lövöldöztek. Ez az. Csináld már a tankomat, mert előnek! Oké, megcsinálom főnök, megcsinálom. Főnök, azonnal csinálom tovább. Oké.
És itt lesz az egyes. Szürke. Jó, megvan. Nem akarom lesöpörni, mert ha lesöpöröm, attól tartok, hogy valami leesik. Inkább küszkölök így, de... Jó, megvan. Na, ebből egy kell, ebből kettő, ebből egy, egy. Jó, nagyon jó. Na most! Azt mondja, hogy hogy is vagyunk ezzel. Fordítsuk meg. Igen, azt mondja, fordíts meg. Megfordítottam. És úgy, hogy itt csak ennyi marad, így ezt ide kell tennem. A legszélére. Igen, így. Nem, igen, igen, úgy kell. Úgy kell lennie. Nagyon jó. Oké. Ide kell hátra tennem az egyik ilyet, tengelyt. A másik tengelyt meg a másik oldalra. Azon lesz valószínűleg két nagy kerék majd. És a kettő közé kell betennem, ahogy én ezt nézem. Van itt egy ilyen, itt van egy üres rész, látjátok? Ide kell betenni ezt a hármast, hogy teljesen egyforma, homogén legyen az egész hátsó rész. Majd ezt lefedjük szerintem, biztosan le fogja fedni a játék. Na így, jó. És akkor fognom kell... ez kutya. Meg kell fogni ezt, mellé kell tenni ezt. Igen. És arra az egészre rá kell tennem úgy ezt. Aha, jó, oké. Tehát ezt így, ez ide, ez az, így. A legvégébe. Igen, a legvégébe. Nagyon jó. Ez az. Mellé egy ilyen. Nagyon jó, ez az. Igen, arra megy rá ide egy ilyen. Ez a barna doboz a legvégére. Igen, nagyon jó. És akkor... Oké, és... Aha. Biztos, hogy ez kell ide? Azt tudom, hogy ez kell így ide, így, igen, ez volt, igen, jó, oké, és akkor ez meg így ide, ez alul, így előre megy, ez ilyen sárvédőszerűség akar lenni, csak elég érdekes módon mutatja meg a játék, de így, és ezt ide kell majd tennem így. Itt ez így lesz egy ilyen sárvédőszerű elől. Nagyon jó. Oké. Következő etap. Megint kezdődik ez a ilyen pepecselős dolog. Jó. Király. Kell majd nekünk egy csáka, ezt már ki is veszem. Így van. Kell nekünk egy ötös fekete. Kell nekünk egy egyes szürke elalak. De, nagyon jó. Oké. Kell egy ilyen is, igen. Kell megint az ellenkezője. Igen. Ez ide. Jó. Kell megint, kell egy olyan valami,
Igen, meg is van. Beleszúrom a cselkányt. Igen. Leveszem róla, mert szerintem jobb lesz így. Egy, egy. Van egy ilyenünk. Jó. Ilyenünk, ilyenünk. Ebből egy kell. Nagyon jó. Kell nekünk egy egyes. Hát, ha megtalálom, boldog leszek. Komolyan, de hát talán boldog leszek. Hát nem hiszem el. Jó. Jaj, Istenem, Istenem. Ebben nincs olyan. Hát ilyenkor már kezdődik a bitangolás, a bit, dzsumbi dzsumbi bitang, dzsumbi dzsumbi bitangolás.